Több éves húzavona után fontos mérföldkőhöz érkezett a Szászrégeni Pátria mozi ügye. Márk Endre polgármester aláírta a támogatási szerződést az épület teljes felújítására és bővítésére. Az Országos Fejlesztési Ügynökség által finanszírozott beruházás kivitelezése a tervek szerint másfél év alatt valósul meg. A képernyőn látható tervrajz mutatja, hogyan fog kinézni rövid időn belül a Szászrégeni Pátria mozi. Márk Endre polgármester ugyanis a napokban írta alá az épület teljes felújítására és bővítésére vonatkozó támogatási szerződést. Ezzel a polgármesteri hivatal egy lépéssel közelebb került a mozi újjáépítéséhez. Két éve ugyanis a helyi tanács javaslatára elkészült a 120 férőhelyes korszerű moziterem látványterve. Ezt azonban a bukaresti kollektív klubbeli tragédiát követő szigorított tűzvédelmi szabályoknak megfelelően kellett majdnem teljesen átdolgozni, és több kiáratot, különleges tűzvédelmi anyaggal bevont bútorzatot, illetve több automata tűzoltó berendezést kell felszerelni. Ez egy teljesen felújított mozi, egy 3D-s mozi lesz bent, és egy ilyen szabadtéri tárlattérnek kitalált helység, amelyben bármit lehetne. Gyűlésterem, esketési terem, szabadidő programokat, konferenciákat lehet tartani. A polgármester hozzátette, az Országos Fejlesztési Ügynökség támogatásával több mint 11,5 millió lejt fordíthatnak az épületre. Jelenleg a technikai projekt és a kivitelező kiválasztásának versenytárgyalása zajlik, így a munkát az idei év közepén kezdhetik el. A számítások szerint a város főterén levő épület teljes felújításához másfél évre lesz szükség, így 2022 végére lehet majd rendeltetésszerűen használni.